Hello, szervusztok, sziasztok! Ismét itt vagyok a Dire Wolf 1.7.10-es sorozatom 7. részével. Üdvözlök mindenkit! Ez most így azért ilyen külső nézetes bejelentkezés, hogy lássátok, milyen frenetikus sityakom van. Gyönyörűen nézek ki. Mondjuk ez belső nézetben semmit nem látszik belőle, úgyhogy azért szándékoztam ezt megmutatni nektek, hogy mi van a búrámon. Ha már egyszer videó, akkor miért ne? Az előző rész óta itt azért történt egy-két változás. El voltam túrázgatni, majd mindjárt mutatom, hogy miket szedtem össze. Ide összeállítottam a Mistcraftos asztalkát, Bookbindert, Inkmixert, szépen úgy a hozzávaló kellékeket. Legyártottam egy világocskát, amit el is neveztem rögtön bándósnak. Ha mindjárt átmegyek, megmutatom egy ilyen nagyon gyorsba, tehát tényleg csak egy ilyen villámlátogatás lesz, mert tényleg bántós. Gyorsan menjünk is. Tehát konkrétan átmegyek és visszajövök, úgyhogy gyorsan nézzetek szét. Úgy. Mint látjátok, ez nekem így fáj, úgyhogy már megyek is vissza. Kaptam némi kis buffot, és ilyen pár másodpercesek, hál' Istennek. Na, nem tudom, mennyi látszott belőle. Konkrétan ott Enstone-ból van ott az egész történet. Körbe, jobbra, balra, mindenfelé. Na, onnan rögtön két Enstone-t egy ilyen villámlátogatás alkalmából csencseltem is. És mint látjátok, sikerült a kalandozások során találnom 2 darab Ender Lily Seedet, így villámgyorsan el is ültettem. És akkor az Enstone-on gyorsabban nő, tehát az onnan került oda. Ezen kívül megmutatom, itt gyűjtögettem, ha már bejártam a... Hát azt is megmutatom, hogy mekkora területet. Tehát itt volt egy falucska. Akkor meteorokat nem mindegyiket boxoltam szét, talán egyet, úgyhogy majd azokhoz visszamegyek, megnézem, kibelezem őket, hogy mi van bennük. Még az emi rendszer egy csöppet várat magára. Itt is egy falucska. Akkor itt erre sivatag. Itt is itt van a víz közepén egy falu. Újabb meteor itt a térkép szélén. Hopp, odáig el sem mentem, most nézem. És ott is egy meteor, meg egy falu. Jó, hát van itt még mit felfedezni. Itt is egy falu. Tehát egy-két, három-négy falut találtam. Itt van a Havasbajomon is egy falu. Ott is mondjuk ott veletek jártam, itt is van egy, igen. Na jó, tehát egy ilyen szép méretes területet bejártam. Akkor sivatagban találtam egy templomot. Hát hagyd ne mondjam, mit találtam a templomba, úgyhogy inkább mutatom. Tra-ta-ta-tám! 2 darab Division Sigil találtam a templom chestjébe, egyéb bizbaszok mellett. Ezen kívül találtam ilyen taunomikont, 2 darabot, nem mintha olyan bonyolult lenne legyártani. Alumentum, taumiumingot, úristen, tehát igen, ez egy meteorból van. Békauszony, gyémánt, bronz, hát itt van, mutatom, nézzétek, nem fogom mindet felsorolni. Hát útközben szedtem itt mindenféle növényt, ami csak így a kezem ügyébe akadt. Tényleg ezeket akkor most már ki is veszem, kisütöm, meg krumpli, meg ilyenek, majd kicsit szortírozom itt a dolgokat. Apropó krumpli, hát nem is sütöm ki mindet. De most almázok, úgyhogy nem is sütöm ki az krumplit, majd jó lesz növényfarmnak. És akkor majd utána ilyen vicseris dolgokat, itt megint csak találtam még page-eket. Hopp, enderpearl-t kiveszem, bőr, Kaldron, az mindenig az fog kelleni. 2 darab emerald. Elhoztam napi erikat, méheket. Azt is valamelyik faluba ott hagytam. Valamit elhoztam, valamit nem hoztam. Hát akkor ilyen baromi fontos dolgokat, slime peneket, ha már ott jártam. Egy pár kemencét lebontottam, ha már nem is bővítek tovább, mert van egy csomó. Ja, még 2 taunomikon, tehát azért biztos alapon, igen. Hagy legyen most már 4, mert miért ne? Igen,
rolling machine, ja persze elbontottam egy állomást, hogy faluba, onnan hoztam a stones leveket, és jó lesz, legalább nem kell csinálni. Na, tudom még gumi. Dark steel, pulsating iron, gold, szén. Na, itt van, látjátok? Itt is van egy skystone chest, meg egy skystone, egynek a közepéből rámoltam így ki, a többibe benne van. Nitor, hát csupa fincsiség, meg töménytelen mennyiségű féle fa, dark oak wood, villó, stb. Ezt majd pillanat látjátok, és akkor megnézitek. Na, ezt addig kisütöm. Mint látjátok, amit mondottam, hogy itt errefele majd bővítek, ide építettem egy ilyen kis külön kis helységet. A földblokkok, ezeket itt ide tettem, hogy körülbelül most ide fogom majd a gépeket átköltöztetni, szerintem. Aztán többi majd menet közben kialakul, hogy hogy lesz, majd szeretnék egy kis big rattort, lehet, hogy ide ebbe a sarokba oda begyömöszölöm, hogy abba teljesen mindegy, ide egy pár gépet szeretnék berakni, kezdve mondjuk ezekkel. A Survivors generátor, ez most itt konkrétan itt kiürült, nem is baj, mert fölveszem, de nem így. Úgy. Te süssed a csirkét. Oda föl. Jó. Aztán majd be tudom rakni a gumit is. Azt is ki tudom sütni. Addig, amíg itt craftolgatok. Mégpedig, ugye, ja igen, a purple slime, az ott van ott fönt a levegőbe, ott valahol egy sziget. Ott jártam fönn, onnan szedtem. Akkor, hát alumite ingot, ja alumite, igen, elegem lett abból, hogy itt földmunkázok, és a szerencsétlen, most meg se javítottam, ez a stone excavatorom, hogy állandóan megadja magát, ja meg lett még egy golden bag, ha már kalandoztam, és csináltam alumite-ból végre egy excavatort is, úgyhogy ezzel sincsen gond, viszont cserébe meg annyi fát vágtam kalandozás közben, nem figyeltem oda, hiába tettem rá a ripart, eltörtem a battle axe-emet, majd azzal is lehet valamit csinálni, na mindegy, azzal vágtam fát. Gumi. Igen, a gumi. Remek, mármint ott nem lenne jó, de a grafit bár nekiálltam készítgetni, hát mondom, miért ne. Majd úgyis lesz big reactor, fog kelleni. Jó, mit is szeretnék én most itt csinálni? Ja igen, igazándiból ezek a változások voltak, akkor itt kint kicsit telepunkáztam. Nedörből hoztam egy sírkövet. Itt elsimítottam a területet. Itt lesz majd egy növényfarm, egy ilyen minimál növényfarm. Egy kicsit megritkítottam itt a sziklát, mert valami majd el fog kerülni, valami nem. Ja igen, majd az amúgy is onnan le fog kerülni, mert miscraftos könyvet fogok csinálni át a nedörbe. És akkor azzal fogok tudni átmenni. Jó, mit is szeretnék csinálni? Először is veszek magamhoz flintet. Mert azt mondottam, hogy jó lenne már valami csúzlit gyártanom. Még úgy csinálok nyílveszőt, mert miért ne? Egy párat, jó, ez már itt 64. Pont 64 lett, jó, elég az egyelőre. Rendben. Jó, mert needle gun-t szerették gyártani. Ahhoz kell raplasztik, amim igazság szerint van. Itt van, azt már valamikor régebben csináltam. Fog hozzá kelleni nem egy darab, úgy, glowstone. Meg fog kelleni redstone is, ha minden igaz. Meg puskapor, iron. Magamhoz veszek egy-két dolgot. Puskapor. Dupla oldalt. Hello, szia. Még szoknom kell, hogy mi hol van. Na, ott van azért. De nem kell, feltétlenül kellett volna ennyi, de mindegy, flint az most nem kell. Rendben. Ja, Ender Pearl se fog most kelleni, úgyhogy beteszem, ez kincs. Három darab, de megyek még a falnak vele, pedig rohadtul kellene. Nagyon-nagyon kellene. Viszont ami nem kell, azt kirakom, csak foglalja a helyet. Azt mondja, hogy ez nem kell. Ez se kell. Ezt az egy darabot úgy.
húsisekkel. Na, menjetek be a helyetekre. Remekül működik amúgy ez a kis történet. Na, szóval, azt mondja, plastic sheets, ahhoz kell. Mennyi kelljen? Hát mondjuk így legyen az összes. Akkor fog kelleni majd ilyen magazin. Hát ez a 4 darab szerintem elég is lesz belőle. Úgy, tökéletes. Akkor a needle gun, holz, vas. Ja, magma cream. Kell slime. Itt van. 2. Meg 2 blaze powder. Úgy kész a magma cream. Nagyszerű, akkor csinálunk egy spyglass-t. Üveg. Meg a stick. Így arany, nagyon jó, meg üveg, üveg a túloldalt. Futi, futi. Veszek magamhoz egy párat. Ja, itt is kellett, hogy legyen elméletileg. Ja, igen, mindegy. Jó, meg mit is mondtam, mi kell még? Ja, gold, igen. Gold, itt van. Ja, nem is 4 kell, csak 2. Nem baj. Jó, ez megvan. Akkor jön egy Safari Nut Launcher. Ehhez kell majd a puskapor, a redstone. Kell egy redstone. Gyere apához, úgy. Király. Kell a puskapor. Úgy. Na, mi volt még? A 2 glowstone. Úgy, és a nem a magma krém, meg nem, a 2 iron, igen. Tökéletes. Akkor az oda. Safarinet oda. Csak ezt már be tudom, szenverek itt. Úgy. És egy vas. Szuper, van egy needle gunom, amivel még konkrétan nem érek semmit, mert kellene hozzá lőszer. Ja, az meg sludge, igen. Most legalább megmutattam, nem tudtam, hogy azt is mutattam-e. Jó, a 6 darab nyilvessző, egy üres magazin, meg a 2 puskapor kell. A lőszeres történethez. Kapázsú, akkor itt lesz belőle 4 darab. Tökéletes. Szuper. Azt mondja, hogy köz 48 lövés, tehát minthogyha annyi lenne nálam jelen per pillanatban így. Mars a helyetekre, srácok. Úgy az is mehet. Ez bemegy a vége chestbe. A cauldron is. Ezt meg akkor betárazom. Így, és most már lehet lövöldözni. Szuper! Na! Akkor a bótér azt kidobom ide. Rendben. Majd még csinálok szerintem ilyen magazint így pluszba. Elfelejtettem magamat itt visszatápolni. Jó. Na, következőleg, hát ehhez ez fog hozzá kelleni pár dolog. Minden igaz, akkor kell arany is hozzá. De nem darabok kellenek redstone-ból, hanem sok-sok-sok redstone. Mert egy kicsit földobom a energener. Ja, de jó. Az energiaellátásomat. Ugye ez a survivalist, ez... Mint mondottam, jó, ha van, de igen. Na, ezt továbbfejlesztem, még az extra utilities-be. Már vannak ilyen komolyabb történetek, mindegyikből, tehát akár a láva generátort nézem, akár a furnace-t, tehát itt tovább lehet upgrade-elni. Hát, mint látjátok, azért nem olcsó, tehát rohadtul nem olcsó ez a fősőbb történet, ez a harmadik verzió, de ezek már viszont 64-szeres szorzóval megy, ezek még csak 8-szorossal. Jóval hatékonyabb, hát jól tudom, akkor itt már 320 RF-et termel, viszont ez rohadt drága. De annyit termel egy ilyen sima survivalist generátor,
viszont ahhoz, mint látjátok, nagyon sok minden kell, már csak azért is, mert ez a transfer node itt benne, az energia, hát ez nem olcsó. Tehát ez nem olcsó, oda nézzetek, töménytel mennyiségű resztunk kell hozzá, viszont én most úgy döntöttem, hogy nem érdekel, én ezt akkor is meg fogom csinálni. Itt már előkészítettem a survivalist generátorokat, azért is volt ugye üres a cucc, na, de most akkor kellene nekem, nem ez, hanem transfer nódot kellene csinálnom. Most ehhez föl fogok áldozni egy darab enderpört, majd még ott kint terem, hogy ezt megcsináljam, ezt a verziót. Ehhez ide berakjuk a két darab redstone-t, kell egy chest, egy kábel, ami van, fa nincs nálam, megy a 7-8, gyorsan itt megcsinálom, chest, remek, oda, és valami még tudja, hogy kimaradt. Ja, a két stone. Igen. Itt még nagyon katyvasz van a elrendezés terén. Úgyhogy itt még el kell, hogy rendezzem normálisan a bareleket. Miért meg sikítotok, hogy van transfer nódom, miért csináltam? Azért, mert redstone most úgy is kell, most enderpörlöm, jó, persze pazarlós, viszont ugye csak három darab transfer nódom volt, jó, tudom, elég lett volna egyetlen egy darabot ezzel a verzióval csinálnom, viszont redstone-om is elég karcsú, meg ugye akkor az a másik három megmarad, jó lesz az még, majd fog kelleni, valamire biztos. Jó, akkor összedobok egy pár redstone blokkot, mert fog kelleni. Úgy. És akkor ott tartottam, hogy nézzük csak tovább, az megvan, na most jön ő. Ehhez kell speed upgrade, kettő darab, hát hát azt majd pótolom, én most ezt innen fogom kivenni, lassítok egy kicsit a történetem, puff neki, de vegyük úgy, hogy ez most így célszentesíti az eszközt, az megvan. De legalább ezt most nem kell gyártanom, haladjunk. Jó, csak meg kell csinálnom, mert még ide is kell bele három darab. Ezt jó benéztem, nem baj. Akkor azt mondja, speed upgrade. Így. Kell két darab iron. Volt valahol, még az akkor itt nem. Azt hittem van nálam gold nugget, de akkor tévedtem, nem baj, megoldottam. Jó, mégiscsak elkészült a négy darab speed upgrade. Nézzük csak, hogyan tovább. Oké. Akkor egy, egy, kettő, három. Jó, mondjuk ugye nem olcsó, nem olcsó, de azért több darab készül el belőle. Hála Istennek, tehát ebből is ugye kapásba itt van három darabom lett. Úgy, akkor és csak egyet kell ide felhasználnom hozzá. Speed upgrade-be. Így. És kell még egy redstone blokkot gyártanom. Kellene oda még egy crafting table. Na mindegy. Na, tehát újfent mondom, mint látjátok, azért nem olcsó, nem olcsó, de öröm az ürömbe, hogy több darab készül el. Tehát ezt még föl tudom majd használni a későbbiek folyamán. Jó, akkor jaj, várjunk csak.
azt mondja, hogy ez a... De ezt nem elég így összeraknom, most jut eszembe. Ezt nem elég így összeraknom. Mert a 4 darab. Igen. És most jön még a 4 darab transfer node. Ebből nem lesz semmi. Hát persze. Kell egy ilyen. Erről elfelejtkeztem. Hát ennyi Ender Pearl-on viszont ugye nincs. Na jó van, srácok. Igen, erről elfelejtkeztem, hogy az így kell hozzá. Ezt jó benéztem. Hát puf neki. Akkor ez majd később fog elkészülni. Amikor már terem itt nekem annyi Ender Pearl, hogy el vagyok vele. Na de se baj. Azért becuccolok, attól függetlenül. Ide. Körülnézek, mert volt egy érdekes történet. Igazság szerint ki van minden rendesen világítva, és mégis bejött ide egy srác. Gondolkodom. Nem, most egyelőre így marad. Egy zombi sétált innen a kis ficakból ki, és nem tudom, hogy hogy. Tehát hogy spónolt ide, amikor itt mindenki van világítva? Gyertek ide papához, úgy. Hami. Na hát... miért van ide állítva? Nem tudom. Nem baj. Úgy. Jó, ez lerakva. Szuper energia van benne, sőt... van a felét, hát alulról nem kötöttem be. Úgy. Most már tuti, hogy van. Rendben. Hát majd a generátort azt ide terveztem rá a tetejére, mint láttátok. De hát akkor ez még itt sajnos várat magára. Cseszteket még átteszem. Jó, hát akkor mit is csináljak még? Ja, igen. Csinálnom kellene még Ender tankot. 5, amit tutira meg is csinálok most, ebből a 2 darab Ender Pearl-ből. Volt valahol obszidiám. Kivettem az egészet, nagyon jó, meg volt valahol Blaze Rod, ott van, azt néztem, hogy az pont annyi. Rendben. Mert akkor fogok a Netherből áthozni lávát. Mindenféleképpen hozok át lávát. Energiaellátás szempontjából is szeretnék. De most tényleg, úgy emlékeztem, hogy volt itt valahol gyapjum, de mindegy. Micsoda? Ja, a cauldron kell, azért. Azt meg hova tettem? Ide. Jaj! Azt se tudom, hol vagyok. Szuper. Na, Ender tank elkészült. És akkor viszont... kell még nekem majd egy ilyen csodálatos pumpa. Úgy. Ahhoz kell egy vascsákány. Jó, akkor ilyen fogaskerék is kell. Iron. Egyszer egy fa.
egy kő, és egy vas. Wow! Eredményt értem el, király vagyok. Így. És most kell még egy darab redstone. És majd lehet akkor átszipukázni. Jó, tudom, örülök neked, eredményt értem el. Ehhez meg kell ugye ez az üveg. Történet. És... hova tettem az üveget? Kiraktam szerintem akkor magamtól, viszont most ravasz vagyok, mert itt van. Úgy, egy ilyen tank. Ez kész. Na, és most a lényeg, hogy itt most nem működik benne a Redstone Engine-es meghajtás, hanem erre fel kell. Na most egy ilyen normál ilyen survivalist generátort rátehetnék, tökéletes lenne. De ha láva generátort teszünk rá, 5, amit mindjárt le is gyártok, akkor önfenntartó lesz a dolog. Most ebből most mit csináltam? Egyet többet tettem, az kompresszed lett belőle. Remek. Na, tehát a láva generátor, ha már úgy is szív, akkor önfenntartó lesz a energiaellátás, mert ha vissza van táplálva, értelemszerűen a láva, akkor... arany, jól emlékeztem. És 5 darab. Tehát töbletet fog pumpálni, elég lesz neki a meghajtására, és még haza is fog küldeni. Egy darab generátor tökéletes lesz hozzá. Így van, tehát ő fog kelleni, a láva generátor az Ender tank a tetejére. Jó, akkor csinálok majd szerintem még drámot. Ó, drám. Jól emlékszem, kell hozzá ilyen. Igen, a cauldron, jó, nagyon jó, és azt nem kell csinálnom, mert az van. Itt volt még ez az egy darab. Tökéletes, ezeket is a faluból hurcoltam el. Mert miért ne? Úgy. Így drámba fogjuk gyűjteni a cuccot, mert az jó. Azt még majd ott elrendezem. Igen. Mi kell még hozzá? Ja, igen. Kellene ilyen fluid conduit, amihez kellene itt kiégetnem homokot. Homok. Itt van a homok. Futás. Jó, hát igen, ide majd hozok be crafting table-t, meg hát kicsit messze vagyok a történettől. Na, mit csinálsz? Miért a sima üveget csinálta belőle? Majd most. Na? Na azért. Vagy süljön úgyis. Jóval több kell belőle. Nekem most elég 3 darab. Tökéletes. Akkor van itt valahol egy rakat conduit binderem, amiből csak 6 darab kell. Úgy emlékszem, hogy akkor túloldal. Oldal tettem, igen. 6. Szuper. Itt van a fluid conduit, 8 darab. Ez bőven elég is lesz. Jó, mi kell még hozzá? Tehát leteszem a pumpát, a generátort hozzá, a lávadrámot azt ide,
erre az oldalra teszem le, tehát ezt konkrétan ugye el se kell vinnem. Ez fogja ugye megkapni a Ender tankot. Ez a másik, ez a pumpára megy oda át, aminek majd keresek valami zsivány helyet. Igen. Hát igazság szerint ott a kapu környékén szerintem tökéletes is lesz. Ja. Na jó, hát nézzünk át. Inkább mélyecske leszek, a strapa bíróbb. Át is kukkolok. Oj. Te most oda átmész? Gyere ki onnan, de nagyon gyorsan. Igen, ki kellett vennem onnan a követ. Mert ilyen nagyobb alakban nem tudtam kijönni mögüle. Denevérhalmaztam, itt van, őrület. Hát igazából itt még jó is lehet ez a cucc. Mondjuk itt nagyon sokan vannak a srácok, de hát ja, ide valahova, ide a húsra le kellene tenni, szerintem. Itt a kapu környékén. Megpróbálok békébe. Ez a zombi, ez honnan jött? Menjél, fürödjél. Nem fürdik, jó. Na, viszont adott egy fejet. Úristen, micsoda rumli van itt, srácok. Hát szerintem ide lerakom. Mert miért ne? Jó. Akkor egy darab pumpa. De menjél el innen! De nem akarlak bántani, mert akkor mindannyian nekem jöttök. Fene a pofádat. Nem hagysz létezni. No, akkor nem oda teszem le. Akkor ide teszem le. Úgy. Mellé teszek egy generátort. Úgy. Majd mindjárt szedek itt valami cuccot. Kicsit azért elkerítem. Biztosan apropó nedörrek, úgyis már ereszti is magát lefelé. Úgy, nedörreket úgyis kell majd szereznem, hogy legyen nedörrikkem. Vagy majd túra alkalmával, apropó túra, találtam még kettő darab. Úgy. Nem látjátok, mert én se látom, visszavettem egy kicsit a... Ah, nagyon jó, az a pók is nagyon jó. Az viszont nem haver. Jó. Tehát... Tank. Puk. Akkor ezt... Jaj, vödröt nem hoztam magammal. De jó, fa sincs nálam. Crafting table sincsen nálam, az a gomba. Nem mondjátok, hogy nincs itt egy hirtelen izibe, de gyorsan egy fa környéken. Amiből esetleg le lehetne craftolni valamit, mondjuk itt van ez. Oing, igen, ez várható volt. És szétcseszte a fát, amit felszedtem. Örülök neki. Menjél el innen! Micsoda hangok? Ez mi? Milyen bufot kaptam én, vagy mi ez a... Ez az idióta hang. Jézusom. Hello. Na jó, megyek innen egy kicsit. Itt valami nem tetszik.
ott valami nagyon nem tetszik. Ajajaj. Nagyon jó. Még valahol van egy nagy fejű is. Remélem tudok belőle a crafting table-t csinálni. Úgy. Oké. Na menjél el innen. Azt a micsoda satyi van rajta. Király, király. Jó, pillanat, mindjárt visszajövök. Na, visszatértem. Letettem ide a crafting table-t, gyorsan össze rámoltam belőle egy darab vödröt, úgy. Egy lába kell nekünk. Tratám. És már dolgozik is a szekér. Királyság. És most kellene itt nekem ebből valahogy kivezetnem. Így né. Ott van. Csurik vagyunk. Rendben vagyunk. Ez most így telik. És igazság szerint ezt otthon meg fogom találni. Ja. Viszont ide le fogok rakni egy... Igen. Ezt nem fogom otthon megtalálni, mert be kellene chunkloadolnom. Chunkloadert meg nem csináltam. Szuper. Szuper, szuper. Chunkloader. Ouch. Ez... Ouch. Ez most nagyon jól jött, hogy ez itt van. Ja, közben megjött a lába, igen. Csak nem adta ki magából, na majd így. Igen, azért, mert itt... Ez, azért jött át a lába, mert itt lent van egy admin ankor, amit szintén majd szerintem most fogok beadni. Viszont ezt az Ender Pearl-t azt mondja, hogy chunk loader itt van. Tehát megvan hozzá mindenem. Ugye ja, itt van. Ezt legyártom, srácok. Valahol van könyv. Igen, egy darab. Úgy kettő darab gyémánt. Nem három, mindegy. Így. Akkor. Így, és akkor még kell, most kell majd a... Most hova tettem az Ender Pearl-t? Ja, kiraktam. De jó fej vagyok. Tehát, Ender Pearl. Úgy, és most kell az öt darab gold. Úgy. Nem a francia kulcs. Tratám, chunk loader megvan. Akkor gyorsan spuri vissza. Majd még adós vagyok nektek még egy ilyen chunk loader lekreálásával. Úgy. Úgy kezd ide leteszem. És... Hát ez ekkora területben maradjunk annyiból, hogy ez itt tökéletes, és nem is kell, hogy nagyobbat betöltsön. Sőt, egy csánk is elég lesz, így. Na jó, azért legyen a kettő. Rendben van. Na, itt a kollégának dolgoznia kellene, igazság szerint. Igen. Tehát ez most telik. És pumpázza hazafelé a levet. Ugye ki is derítjük, hogy tényleg így van-e. Ó, itt hagytam az ajtót.
Züm, 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 züm. Hát 105, 107.200, ú, nagyon jó. Hát ez villámgyorsan tele lesz lávával. És utána király. Na, van lávám, lehet csinálni lávát. Akarok csinálni geotermál generátort, ugye IC2-es, apropó IC2-esek lesznek majd itt benne IC2-es gépek is. Itt valamelyik oldalom, majd meglátom. Akkor lávagenerátor is lehet csinálni, majd még majd azt meglátom. A... Ja, hát a Surveys generátor, hát igazándiból majd meglátom. Mert lehet, hogy lávagenerátort fogok mégiscsak csinálni, akkor most, ha ez így alakult. És akkor a lávagenerátort továbbfejlesztem, hol van, itt van, ugye? Csinálok mondjuk még 7 darab lávagenerátort, és abból lesz ez a lávagenerátor. Ugyanaz a Transfer Energy Node fog kelleni hozzá. Ja. Úgyhogy akkor nem is a Survivalist-et csinálom meg. Hát ja, most van egy brakat Survivalist generátorom. Puff neki, annyit tudok itt a dolgon javítani, hogy azt mondom, hogy ide teszek egyet, meg ide teszek egyet, és akkor itt most már kettő fogja beletermelni az áramot, akkor már 10 RF per tick. Kész. És amikor meg lesz annyi Ender Pearl, hogy megcsinálom az Energy Node-ot, akkor... Ja, igaz, a Honeycomb, ezt a Nether-be szétbontottam egy olyat, és ezt el lehet használni tüzelőnek. Mert az így tök jó. Na. Hát ez elég hosszúra sikeredett ez a rész, de azért köszönöm szépen, hogyha velem tartottatok. Tartsatok már a következő részbe is. Hát, hogy most mit fogok csinálni, az jó kérdés. Valószínű, hogy gépeket fogok gyártani, méghozzá szerintem IC2-es gépeket szeretnék. Macerátort, például extraktort, igen, hogy akkor esetleg a, ugye a gumi fáknak a törzsét is föl lehet használni, abból is tudok csinálni gumit velük. Meg jó lenne oda egy automata növényfarm, mert ami itt van, ez idekén eléggé kárcsú, mondjuk ilyen halni nem fogok, de attól függetlenül oda szeretnék egyet, mert energiaforrásnak sem lenne utolsó a növényeket felhasználni. Ja, hát valami majd lesz ezek közül, amit most itt hirtelen elmondtam. Na, addig is. Szervusztok, sziasztok!